A civil szervezetek segítői a járványhelyzetben is igyekeztek kivenni részüket a munkából. Maszkokat vartak, adományokat gyűjtöttek a rászorulóknak, vagy éppen a karanténba került családoknak segítettek a mindennapi bevásárlásban. A Segítőkéz Alapítvány rászoruló felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt segített. A Segítőkéz az Elesetteknek Alapítvány elsősorban Kisvárdán és a térségben élő hátrányos helyzetű beteg gyermekek, gyógyíthatatlan gyermekek, illetve fizikai vagy lelki válságban lévő embereknek a megsegítésére jött létre. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a beteg emberekért lehajoljunk, és az egészséges emberek bevonásával éreztessük azt, hogy milyen sokat számít az emberség a mai világunkban. Azok az 1%-ok sem vesznek el, amelyek felhasználásáról nem rendelkeznek az adózók. Ezek az összegek egy közös kalapba kerülnek, amit központilag osztanak szét az alapítványok egyesületek között. Azt látom, hogy minden településre, minden mikrorégióban megvannak azok a szervezetek, akiknek föl lehet ajánlani, és több tízezes, több százezes az a megyebeli közösség, aki föl is ajánlja. Fölajánlja évek óta nagyon sokan, akár én magam is több éve megvan az a preferált szervezet, akinek felajánlom. Tehát van ez a fajta tudatosság, de azt gondolom, hogy egy ilyen kampánnyal még inkább rá lehet erre az embereket vezetni. Azt látni kell, hogy 60 ezer civil szervezet van az országban, és ennek a töredéke az, aki 1%-at tud fogadni. Alapvetően a nagyobb szervezetek tudnak, ez a NAV honlapján elérhető ez a lista, hogy kik fogadnak 1%-ot. Mi készítettünk egy kis kampányfilmet is. Ennek kapcsán országosan is az Szalai Bobrovnicki Vince államtitkár úr, Ördög Nóra, televíziós műsorvezető, Miklós Erika operaénekesnő biztatja az embereket ebben az 1%-os kampányban. Én azt szeretném kérni, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye polgáraitól is, egy bő 10 nap van még a felajánlási idővel, éljenek ezzel a lehetőséggel, és lehetőleg ajánlják fel az 1%-ot általuk arra érdemesnek tartott civil szervezetnek. Május 20-a a határidő, ameddig rendelkezhetünk mi magunk arról, kinek is adjuk ezt a számunkra kicsi, a szervezetek számára viszont fontos felajánlást.